Fernando Colunga mexikói színész, aki a telenovella műfajban ért el jelentős sikereket és számos különböző műfajban játszott. Colunga az egyik legismertebb és legnépszerűbb színész a telenovella világában. Számos ikonikus szerepet játszott, melyek közül sok ma is emlékezetes. Többször is elnyerte a legjobb férfi főszereplő díjat a különböző telenovellákban nyújtott alakításáért. Az általa játszott karakterek mélysége és hitelessége a legtöbb nézőt lenyűgözte. Gyakran játszott romantikus hősöket, akik szerelmet keresnek vagy küzdenek a szerelmükért. Ezek a karakterek mély érzelmeket váltottak ki a nézőkből, és sokan a szívükbe zárták őket. Hatalmas rajongótábora van nem csak Mexikóban, hanem az egész latin-amerikai térségben, és az Egyesült Államokban is, de Magyarországon is többen rajonganak érte. Colunga hosszú karriert futott be a színészvilágban, és több mint 2 évtizede van jelen a tévéképernyőn. Ennyi idő alatt számos emlékezetes szerepet játszott, melyek közül néhány a kultusz telenovella részévé vált. Most ezekből a telenovellákból válogattam össze nektek néhányat, azokat, melyeket mindenképpen látnotok kell, főleg ha kedvelitek a színészt. Maria 15 éves korában árva lesz, és egy lelkész veszi gondozásába. A lelkész elintézi, hogy egy jótevője fogadja be a házába szolgálónak. Don Fernando gyámságot vállal Maria felett, amivel felbosszantja a feleségét és az unokahúgát. A helyzet tovább súlyosbodik, amikor Maria beleszeret Don Fernando fiába, Luis Fernandóba, aki az unokahúg figyelmét is felkeltette. Maria és Fernando szerelme sok kihívással jár, különösen a társadalmi és a gazdasági különbségeknek fényében, melyek kettejük közé állnak. A sorozatot izgalmas fordulatok és drámai események jellemzik. Az intrikák, a szenvedély és a családi titkok mind hozzájárulnak a sorozat izgalmához, és persze a két főszereplő között kialakult kémia is. Maria karaktere szerethető és könnyen azonosulható. A kemény sorsa és az általa átélt nehézségek, valamint az optimista és kitartó hozzáállása megérinti a nézőket. A nézők érdeklődését és figyelmét folyamatosan fenntartják a sorozatban előforduló izgalmas és váratlan események. Sajnos itt is megjelennek a sablonos elemek, a kiszámítható cselekmények, a túlzott melodramatikus jelleg, a negatív karakterek túlzott gonoszsága, valamint az epizódokban megjelenő ismétlések, melyek unalmassá teszik a telenovellát. Mivel ez a sorozat vegyes érzéseket váltott ki a legtöbb nézőből, így nem annyira valószínű, hogy újra néznék, mégis megtekintésre ajánlom abban az esetben, ha kedveled Fernando Colunga munkásságát. Eduardo és Fernanda gyermekkoruktól kezdve szerelmesek egymásba, de a társadalmi különbségek és a szülők ellenállása megnehezíti a kapcsolatukat. Eduardo legnagyobb álma az, hogy Fernandával házasodhasson össze, de ahelyett, hogy boldogságra találnának, hatalmas csalódás éri. Indulatai hatására Eduardo úgy dönt, hogy megleckészteti Fernandát, de hamarosan kiderül számára, hogy még mindig szereti a lányt, és nem ilyen egyszerű a múltat a háta mögött hagyni. A sorozatban megjelennek a társadalmi és gazdasági különbségekből fakadó ellentétek. A történet tele van családi intrikákkal és titkokkal, emellett pedig a sorozat többi szereplője is különleges szálakkal gazdagítja a történetet. A mindörökké szerelemben jól kidolgozott és összetett karakterekkel találkozhatsz, olyan karakterekkel, akik képesek érzelmeket és azonosulást kiváltani a nézőkben. Számos drámai fordulatot tartogatnak a részek, melyek tele vannak izgalommal és váratlan eseményekkel. A romantikus szálak és a szerelmi háromszögek érzelmi mélységet adnak ennek az egész történetnek. A két főszereplő között kialakult kémia is tagadhatatlan. Azonban vannak negatív kritikái is a sorozatnak. A cselekmények elnyújtottak és unalmasak olykor, itt is megjelennek a túlzások és a klisék, melyek miatt hihetetlennek, nem reálisnak tűnnek bizonyos cselekmények. Túlságosan sablonosnak és kiszámíthatónak tartják a sorozatot, és vannak, akik a negatív karaktereket túlzottan gonosznak, illetve álszentnek tartják. A sorozat egy gazdag, erős akaratú nő, Valentina, és a jóképű titokzatos férfi, José Miguel Montesino szerelmi történetét meséli el. Valentina igen határozott és erős egyéniség, aki nem hajlandó elfogadni a társadalmi elvárásokat. Bár gazdag és befolyásos családba született, Valentina függetlenségre vágyik, nem akarja, hogy mások döntsék el az életét. Miután a vőlegénye faképnél hagyja, úgy határoz, hogy elhagyja a családját és egyedülállóan gazdálkodik a saját vagyonával. Végül egy napon Valentina úgy dönt, hogy egy kisvárosba költözik, hogy új életet kezdjen. Itt találkozik José Miguel Montesinos-szal, aki elszigetelten éli mindennapjait a birtokán.
A két főszereplő találkozása első pillanattól fogva tele van vonzalommal és ellentmondásokkal. Valentina, aki határozott és önálló nő, nem hajlandó elbújni a hagyományos női szerepek mögé. José Miguel pedig vonzó, de ugyanakkor titokzatos is, ráadásul ha valaki, akkor ő biztosan kezelni tudja Valentina szeszélyes természetét. A sorozatban a főszereplők kapcsolata több akadályba is ütközik, felbukkannak családi ellentétek és titkok is. Valentina és José Miguel szerelme kemény próbákon megy keresztül, de közben felfedezik a másikban rejlő erőt és szeretetet. Természetesen nem csak a főszereplők kapcsolata izgalmas a sorozatban. A mellékszereplők is számos érdekfeszítő szálat hoznak a történetbe, köztük Ivana, akinek a célja, hogy csakis az övé legyen José Miguel, és eközben gyűlölete Valentina iránt egyre csak fokozódik. Valamint itt van Rosendo, a gonosz és manipulatív emberek egyike, aki azon mesterkedik, hogy megszerezze magának többek között Valentinát, és ahhoz, hogy eléri a célját, bármire képes. A sorozat tel is tele van drámai fordulatokkal, romantikus pillanatokkal és érzelmes jelenetekkel is, melyek minden részletében izgalmassá és szórakoztatóvá teszik az epizódokat. A nézők a főszereplők közötti szenvedélyes kémia miatt, valamint a karakterek és a cselekmény mélysége miatt szeretik ezt a telenovellát. Bár ez a telenovella nagy népszerűségnek örvend, vannak olyan tényezők, melyek miatt egyes nézők nem kedvelik ezt a sorozatot. Többen is úgy vélik, hogy előre kiszámíthatóak az események, nagyon egysíkú az egész, a karakterek szélsőségesek és emiatt nem hitelesek. A sok elnyújtott cselekmény és ismétlés miatt unalmassá is válik egy ponton. Túl soknak tartják a megjelenő konfliktusokat, valamint szokatlanul drámai néhány jelenet. A szenvedélyes, romantikus történések is erőtlennek tűnnek sokak számára. Bár ezek a tényezők néhány nézőt elriaszthatnak a sorozattól, mégis elmondható, hogy a telenovella rendkívül népszerű és sikeres volt a maga idejében. Jesus egy rendkívül barátságos és vonzó fiatalember, aki mindig pozitívan látja az életet, még akkor is, ha nehéz helyzetben van. Esténként pénzügyi tanulmányokat folytat, míg napközben kisegítőként és pizzafutárként dolgozik egy étteremben, hogy fedezni tudja a tanulmányi költségeket. Egy szerelmi csalódás miatt új életet kezdett, de egy nap egy közösségi oldalon látja volt szerelme Veronika 7 éves lányáról Valentináról szóló képeket, és feltételezi, hogy ő lehet az apja. Ekkor úgy dönt, hogy felkeresi Veronikát, hogy kiderítse az igazságot. Eközben egy cégnél kezd el dolgozni, ahol szinte azonnal beleszeret a főnökébe, csak hogy neki már van egy komoly kapcsolata. A sorozat fő témája az emberi kapcsolatok és a szerelem ereje. Tele van szerelmi háromszögekkel, családi intrikákkal és váratlan fordulatokkal, miközben a karakterek próbálják megtalálni a boldogságot és az igazságot. A nézők szeretik a sorozatban a jól kidolgozott karaktereket és a drámai fordulatokat, valamint Fernando Colunga karizmatikus alakítását is. Ugyanakkor néhányan kritizálják a telenovellát az általánosan előre kiszámítható cselekménye és az ismétlődő romantikus klisék miatt. Érdekességként megemlíthető, hogy a sorozatnak volt egy másik verziója is. Ebben a sorozatban nem hagyományos a történet, hiszen itt a gazdag nőbe szeret bele a szegényebb sorsú férfi, így ha változtatni szeretnél a megszokott kliséken, akkor itt a remek lehetőség. De azt is tudnod kell, hogy a sorozatban sok a túlzás és a rájátszás is, ami visszatartó erő is lehet. Az Esmeralda eredeti verziója az 1970-es években készült telenovella újrafeldolgozása. Fernando Colunga ebben a sorozatban vált igazán népszerűvé és az egyik legkedveltebb mexikói színészé. Az Esmeralda egy 1997-ben bemutatott mexikói telenovella, melynek a története a főszereplő Esmeralda életét követi. Esmeralda vak, ám rendkívül szép és jószívű fiatalnő, aki szerény körülmények között él. A történet középpontjában ő és a gazdag José Armando közötti szerelmi szál áll, melyet számos akadály nehezít. José Armando, akit Fernando alakít, egy gazdag és jóképű férfi, akinek az életét Esmeralda megjelenése megváltoztatja, teljesen belehabarodik a lányba. A kettejük között kibontakozó szerelmi történet során számos akadályt kell legyőzniük, például az osztálykülönbségeket és a társadalmi elvárásokat. José Armando számos alkalommal próbálja elrejteni a szerelmét, de végül képtelen ellenállni a nő vonzerejének és jószívűségének. A sorozat során megismerjük Esmeralda családját és barátait, valamint José Armando családját és környezetét is, akik mind hozzájárulnak a történet bonyolultságához és drámaiságához. A szenvedélyes szerelmi háromszög mellett a sorozat megjeleníti a gyűlölet, az
segítség motivációit is, melyek gyakran okoznak tragédiákat és konfliktusokat. Fernando Colunga alakítása, valamint az Esmeraldát alakító Leticia Calderon közötti kémia jelentős részben hozzájárult a sorozat népszerűségéhez. A nézők nagyon kedvelték Calderon karakterét, mert Esmeralda erős, de mégis sebezhető nőt formált meg, aki bár vak, mégis képes megtalálni az igaz szerelmet és megkódítani a szíveket. A sorozat népszerűségét erősíti a történet érzelmi mélysége és a szereplők karakterfejlődése, valamint a sorozatban megjelenő romantikus és drámai elemek összessége. Azt is fontos megemlíteni, hogy a sorozat zenei betétdalai is nagyon népszerűek voltak. Bár az Esmeralda számos rajongót szerzett világszerte, néhány kritika is érte a sorozatot, elsősorban azért, mert a telenovella hagyományos kliséit alkalmazza, és sokan kifogásolták, hogy néhány cselekmény fordulat túlzottan előrelátható volt. Emellett néhányan úgy érezték, hogy a karakterek túlzottan sztereotípikusak, és a történet néha túlzottan melodramatikus. Mégis ez a sorozat megkerülhetetlen része a mexikói televízió történelmének, és Fernando Colunga alakítás az egyik legemlékezetesebb és legnépszerűbb szerepei közé tartozik. A sorozatot több mint 100 országban sugározták, és világszerte milliók rajongtak érte.